Csökkent a COVID betegek száma itthon. 1541 új fertőzöttet regisztráltak, és 106 ember életét követelte a vírus. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 4 millió 200 ezer embert immunizáltak, 2 millió 400 ezeren pedig a második vakcinát is megkapták. A 16-18 éves korosztály ma éjfélig regisztrálhat oltásra. Leszállóágban van a koronavírus járvány harmadik hulláma Magyarországon. A regisztrált megbetegedések száma is csökkent az elmúlt 24 órában. Továbbra is csökken a kórházban ápoltak száma. Jelenleg 3855 főt kell súlyosan zajló koronavírus fertőzése miatt intézményeinkben kezelni, és közülük 445-en szorulnak még lélegeztetőgépre. Az országos tiszti főorvos kiemelte, a kedvező járványügyi adatok tükrében újraindulhatnak az eddig elmaradt tervezett műtétek. Népegészségügyi szűrővizsgálatoknak a visszavezetését követően az úgynevezett elektív ellátások, tehát a szervezet tervezett beavatkozások és a rehabilitációs ellátásoknak az igénybevétele május 13-ától. A köznevelésért felelős államtitkár kiemelte, május 25-e után az iskolai tanévzárók megtarthatók, az elmaradt ballagások pedig pótolhatók lesznek. Szeretnék még a 16-18 évesekhez is fordulni, és szeretném őket arra kérni, hogy éljenek a lehetőséggel, és ma éjfélig regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Ez a nyárra is nagyon hasznos lehet, az oltás, a védettség és a szabadságuk miatt is nagyon fontos. Ne felejtjétek, no vakcina, no party. Müller Cecília kiemelte. Jelenleg Sinopharm, AstraZeneca és Sputnik oltásra lehet időpontot foglalni. A most érkezett Pfizer szállítmányokat a pedagógusoknak és a 16-18 éveseknek teszik félre. A híradónk által megkérdezett házi orvos szerint azonban a praxisában lévő alapbetegek többsége hetek óta csak Pfizer védőoltásra vár. Sokan vannak, elsősorban pajzsmirigy betegek, autoimmun betegek, elhízottak, cukorbetegek, várandósak, szoktató kismamák, és tulajdonképpen most már szinte csak a Pfizerba és a Modernába hisznek az emberek. Kerestük a kormányt, hogy mikorra várható az alapbetegek Pfizerrel való oltása. Válaszukban úgy fogalmaztak, a lakossági oltás kezdetétől prioritást élvez a krónikus betegek oltása. Elsöprő többségük már túl van az oltáson. Az oltási rendnek megfelelően a házi orvosoktól kezdettől az idős és krónikus betegeik előnyben részesítését kértük. Erre szakmai ajánlással is rendelkeznek.